Sziasztok, itt a Kék Cédula, a Tilos Rádió választási műsora, és itt van a stúdiókban Vájó Gábor, az LMP országgyűlési képviselője, és Szalha Omer, a 4K alelnöke, akikkel a drogügy körül kialakult kis csatapatéről fogunk beszélgetni, és pillanat múlva is kezdjük. No, hát olvashattuk vasárnap a 4K közleményét, melyben álszennek és megdöbbentőnek tartottátok az LMP Szombathelyi képviselőjének a Vasnépje című újságban tehát nyilatkozatát, hogy a könnyű drogok fogyasztását betegségként kell kezelni, és nem bűncselekményként, ugye ez volt a mondat másik fele, és ő erre is hivatkozva, hogy a Schiffer András az LMP társelnöke a Facebookon műbalhénak titulálta az ügyet, egy szerencsétlen félmondat alapján egy ilyen műbalhé beindult. Na most kérdés az, hogy először tőled kérdezném, hogy tehát miért pont az LMP-s kollégának ment neki a 4K? Tehát ugye a fideszes képviselő például azt mondta, hogy ő teljes mértékben elítéli a legalizációt. Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! A fideszes kolléga az ezután mondta, tehát nyilván nem tudtuk volna megelőző közleményt kiadni, nem tudtuk volna nyilván, de a lényeg az, hogy a 4K álláspontja az, hogy legalizálni kell a füvet Magyarországon. Mi emellett szállunk sikra, a teljes körű legalizáció mellett. Ezek után, miután ezt bejelentettük, az LMP egyik önkormányzati képviselője azt nyilatkozta, hogy ez valamiféle betegség lenne. Nem a könnyű drogok fogyasztásáról beszélni általában, hanem a marihuánáról. Ő azt mondta, hogy ez egy betegség lenne a marihuána fogyasztása. Mi ezt gondoltuk álszent álláspontnak, és ezért mondtuk, hogy ez egy álszent álláspont, mert nem hiszük azt, hogy ez egy betegség lenne, nem hiszük azt, hogy önmagában a marihuána fogyasztás egy betegség lenne, és azt gondoljuk, hogy azok az hétköznapi emberek, akik egyébként bejutották az LMP-t a parlamentbe, szintén nem így gondolják, és ez a saját szavazóknak a hátbatámadása. Egyébként azóta az ilyető úr már elnézést kért ezért a nyilatkozatáért, és nem hiszem, hogy a szerencsétlen félmondat vagy a nem szerencsétlen félmondat között különbség lenne. Nyilván ez egy olyan nyilatkozat volt, amit ő is utólag megbánt. Most már elnézést kért, tehát szerintem ez úgy le van zárva nyilván. Azt, hogy a Fidesz teljesen álszent és teljesen irreális politikát folytat a marihuánával kapcsolatban, aztán megszokhattuk, tehát abban nincsen semmi újdonság. Azt, hogy az LMP egy ilyet nyilatkozott, az viszont fájó volt számunkra. De ez az úgy, mert mondom, le van zárva. Értem. És mit gondol az LMP akkor a legalizációról, vagy a dekriminalizációról, ugye ez a két fogalom ütközik itt a két álláspont között? Igen, szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Hát a lehetmányos politika dekriminalizáció pártján van már jó régóta. Az álláspontunk szerint szintúgy nem lehet sem bűncselekménynek, sem betegségnek tekinteni a marihuana fogyasztást, hanem inkább ki kéne venni olyan büntetőjogi kategóriából, ami bűncselekményként kezeli ezt, és a szabálysértésébe áttenni fogyasztást, illetve a kis mértékű saját használata történő termelést. Tehát senki nem gondolja, hogy itt vegzálni kéne a füveseket, senki nem gondolja őket betegnek. Szép kis cica arcot lehet ebből keríteni. Én értem, hogy a 4K-nak is fontos az a volt LMP szavazó vagy LMP szavazói réteg, aki marihuana fogyasztó, és ezzel lehet politikai csatákat is vívni, de szerintem az egész fűfogyasztás kérdéskör, hát hogy úgy mondjam, nem a magyar valóságnak a legfontosabb alkotó eleme, tehát hogy ehhez képest azért vannak súlyosabb problémák az országban, tehát én nem gondolom azt, hogy az oligarchák elleni küzdelemnek a fő frontja a marihuana fogyasztás körüli vita kell, hogy legyen, tehát hogy itt vannak keményebb kérdések, amiknek keményebben kellene nekiállni. Azért is tessék. Tehát nyilvánvalóan mi egy szóval sem mondtuk, hogy a Magyarországon az oligarchák elleni küzdelemnek a fő frontja a marihuana legalizáció lenne. Tehát aki ezt állítja, az nem ismeri a negyedik köztársaság
céljait. A 4K céljait. Természetesen Gábor ismeri, tehát gondolom, ezt ő se gondolja komolyan, hogy nekünk ez lenne a fő frontja, számunkra ez lenne a fő frontja az oligarchákkal. Mégis úgy látszik az utóbbi két hétben, hogy erről beszéltek. Viszont nyilvánvalóan vannak fontos társadalmi kérdések, amik közé a marihuana legalizáció, ebbe beletartozik a marihuana legalizáció, és mi azt az álláspontot, amit most is te például elmondtál, hogy szabálysértésként kezelnénk a fűfogyasztást, illetve legyen dekriminalizáció, ezt egy álszent álláspontnak tartjuk. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy meglehetősen gyáva és álszent álláspont. El is mondom, hogy miért. Azért, mert azt nem lehet csinálni, hogy az állam valaminek elismeri a keresletét, azt mondjuk, hogy ezt lehet fogyasztani, tessék, nyugodtan, nem bántjuk a fogyasztókat, azt gondoljuk, hogy ez társadalmilag elfogadott a marihuána fogyasztása, a fű az társadalmilag elfogadott, lehet fogyasztani, de ennek a kínálatát ne szabályozzuk, csukjuk be a szemünket, valahonnan majd egyszer csak majd előkerül a marihuána, nem tudjuk, hogy honnan, egyszer csak megjelenik egy varázsütésre, nem, mi azt mondjuk, hogy az állam teljes körülön szabályozza ezt, létezik ennek kulturált felhasználása és fogyasztása. Mi azt gondoljuk, az államnak az a feladata, hogy ezeket szabályozza, és mi azt szeretnénk, hogyha a termelésen keresztül az árusításig ez szabályozva lenne. Az, hogyha becsukjuk a szemünket, és nem úgy csinálunk, mint hogyha nem is lenne, és nem csukjuk be börtönbe a fogyasztókat, ez szerintem kevés, és nagyon álszent. Máskülönben pedig azt szeretném hozzátenni, hogy nyilván a dekriminalizáció az mindennel kapcsolatban, bármivel, ami akár legyen szenvedélybetegség, szerencsejáték, heroinfogyasztás, az az alapvető álláspont. Ez egy szakmai kérdés. Az, hogy a különböző drogok fogyasztása, a fogyasztás, az nem lehet bűncselekmény, ez egy szakmai, drogszakmai kérdés, ezt mindenki tudja. Mi ennél teljesen mást állítunk, mi ennél sokkal többet állítunk, mi azt mondjuk, hogy a marihuánát, a füvet nem is kéne így szabályozni, hanem az egy teljesen legálisan társadalmilag elfogadva fogyasztható szer, ami nem erősebb, mint az alkohol, nincsen társadalomra nagyobb veszélyessége, nincsen káros hatása, ezért ennek legálisan és teljes körülön kell szabályozni a fogyasztását, termelését, előállítását, megvételét és a többi. Jó, hát itt több kérdéskör is felmerül. Egyrésztről, hát abban messze menőkig egyet kell, hogy értsek itt a 4K-s kollégával, hogy az alkoholfogyasztás sokkal durvább probléma Magyarországon, ugye ezt a drogstratégia vitájában is elmondtam a parlamentben, hogy az tényleg vicc, hogy készül egy olyan anyag, ami arról szól, hogy nulla drog lesz itt 2020-ra, miközben a jó házi pálinka főzés, ami hát az valljuk be egy kemény drog, annak az full legál. Tehát, hogy ez tényleg valóban problémás, hogyha ilyen farumuciál módon áll hozzá az állam a kérdéshez, de hogyha megnézzük, most én nem akarok példálózni, mert szerintem van egy másik hasonló terület, ami szintén rossz a jelenlegi szabályozás, ugye itt a prostitúció kérdése kapcsán lehet párhuzamot vonni azzal, amit mondtál, hogy az állam elismeri azt, hogy van ennek kereslete, valamilyen szinten a fogyasztói piacot ezekkel a türelmi zónákkal, vagy ilyesmi, ezt ki is jelöli, de a termelői oldalra nem szól hozzá. Tehát, hogy ez valóban egy faramúci megoldás, én nem gondolom azt, hogy hosszú távon a dekriminalizáció önmagában az megoldani tudja a kérdést, viszont azt igenis úgy gondolom, hogy társadalomban nem folyamatos átmenetek szükségesek, tehát hogy az, hogyha szeretnénk a legalizációt elérni, ahhoz a dekriminalizáció egy lépcsőfok. Azt nem lehet, hogy úgy, hogy most a Európa legszigorúbb drogtörvényéből rögtön átváltunk Európa legliberálisabb drogtörvényére, ezért hát kellnek ilyen átmenetek, és a dekriminalizáció egy pont, ez egy ilyen átmenet. Másrészt, itt nagyon szép és jó dolog beszélni arról államilag szabályzott piacokról. Na, most nekem van egy ilyen rossz beidegződésem, ami meg kell valljam, csak az elmúlt 3 évben alakult ki, ami, hogyha az államilag szabályozott piacokról hallok, akkor egyből beugrik nekem Simicska Lajos, ahogy a dollárgyerek pörögnek le a személy előtt, tehát, hogy nem gondolom, hogy ő maga fogja itt a drogkártelt alakítva átvenni a marihuána a piacot, de az biztos, hogy olyan állami szervekkel jó kapcsolatot ápoló tőkeerő szereplők lépnének a piacra,
a legalizáció után, ami a jelenlegi rendszer működését ismerve eléggé közel állnának a tűzhöz, és hogy ugyanúgy ez a piac is le volna tarolva. Tehát először én azt gondolom, hogy a fogyasztás szinten kellene ezt a kérdéskört a társadalomban még jobban beágyazni, és akkor utána lehetne érdemi lépéseket tenni. Akkor még egy reakciót hallgassam, és utána lesz egy kérdésem. Jó, hát az, hogy az állami szabályozás mit jelent, azt látom, hogy nem vagy ezzel teljesen tisztában. Tehát államilag szabályozva van a dohány, az alkohol, stb. Igen, kereskedelme, és jövedéki adót kell rá fizetni. Tehát mi azt gondoljuk, a 4K álláspontja az, hogy legyen megadóztatva ez a termék. Tehát legyen ugyanolyan jövedéki termék, mint a benzin, a dohány és az alkohol. Ez jelenti az állami szabályozás. Az állami szabályozás nem azt jelenti, hogy Simicska Lajosnak vagy bármilyen másik oligarchának át kéne passzolni ezt az üzletet. Egyébként most is mafiózóknál van ez az üzlet. És az állam nem részesül belőle, nincs adóbevétel belőle, a közösség nem részesül ennek semmiféle pozitív hatásából. Továbbá ellenőrizhetetlen, hogy mivel kezelik ezeket a növényeket, milyen füvet fogyasztanak a fűfogyasztók. Az állami szabályozás azt jelenti, hogy a termelést és az árusítást törvényileg szabályozni kell. Adót kell rá fizetni, stb. És akkor van a fogyasztóvédelem is a 4K méretében. Van a fogyasztóvédelem is, nyilván. Tehát ezt ne csináljunk úgy, mintha ez egy utopisztikus modell lenne. Ez Washingtonban és Colorado-ban most megvalósult. Uruguayban egy teljesen más modell megvalósul. A világon mindenhol ez napirenden van. Én nem hiszem, hogy Magyarországon ezt ne lehetne megcsinálni. Nem hiszem, hogy a magyar társadalom az bunkóbb vagy kevésbé élet lenne, mint bármelyik másik társadalom, ahol ezt bevezették. Szerintem igenis ki kell mellett állni, és nem szabad fél megoldásokkal. Nézd, a 4K álláspontja az, hogy minden fél megoldás, ami nem a legalizáció. Jó, csak annyi jó már, hogy nem kell messzire menni, itt van Csehország, ők se a legalizációval kezdték, hanem szépen lassan emelkedett annak a tűrés határ az állam részéről, és akkor utána most már eléggé szabad a dolog, és akkor tényleg működő rendszert hoztak létre. Csak ez nem úgy megy, hogy egyik varázsütésre. Bocsánat, egyiknek még kergetjük a fogyasztókat, másiknak meg. Igen, ez nem varázsütés, hanem a lényeg az adófizetésekben. Tehát azt nem csinálhatjuk, hogy azt mondjuk, hogy jó, rendben lehet fogyasztani, de becsukjuk a szemünket, és nem tudjuk, hogy honnan kerül elő a fű, és egyébként nincsen ennek semmiféle adótartalma. Ez egy jövedéki termék, nyilván jövedéki terméknek kell lennie. Olyan nincsen, hogy a maffiánál maradt továbbra is a bevétel. Tehát itt nem csak a fogyasztó oldaláról kell nézni, hanem több társadalmilag fontos kérdés van ebben. Például az, hogy az államnak milyen bevétele van, és hogy a maffiának milyen bevétele van ebből. Hát nem feltétlenül kell egy dekriminalizáció szinten csak azt nézni, hogy az állam hogy milyen jövedéki adókat tehet rá. Szerintem nem ez a fő kérdés. Például ugye vannak ezek a belga klubok, ahol a termelők meg a fogyasztók szövetkeznek. Javaslatunk ezt is tartalmazza. De ott például nincsen semmilyen jövedéki adó. A 4K javaslata ezt is tartalmazza, lehet termelői klubokat csinálni. Na hát otthon. A dekriminalizációban például pont belefér egy ilyen termelői. No, úgy érzem, hogy ezt hosszú-hosszú percekig el tudnátok folytatni még ezt egymásra reagálva. Itt egy hallgatói kérdésünk is van, meg én is akarom kérdezni, meg erre irányult volna az első kérdésem is részben, hogy ugye a két párt között volt egy együttműködési szándék, ha jól emlékszem, és ezt talán szeptember végén az LMP kongresszusa döntött, úgyhogy nem lesz ilyen együttműködés. És azért kérdeztem én is, meg itt a hallgatók is azt kérdezik, illetve voltak olyan vélemények, hogy ez a mostani konfrontáció eztán ennek a következménye, tehát hogy egy hasonló választói csoportra hajt a két párt, és hogy így most, mint hogyha próbálná a két párt meghatározni önmagát akár egymással szemben, vagy legalábbis a 4K, mert ugye az LMP csak reagált itt a dolgokra. Hogy ez így van? Tehát hogy azért kérdeztem, hogy csak az LMP-s hozzászólásra reagált a 4K, és mondjuk a Fidesz-es, vagy az MSZP-s nem. Tehát, hogy nem volt benne. Nyilván oligarha pártoktól, akik teljesen álszent politikát folytatnak az elmúlt 25 évben, egy újabb álszent lépés, az nem különösebben meglepő. A 4K álláspontja, a legalizáció
mellett az egy fontos kiállás ebben az ügyben, ehhez képest az LMP álláspontja számunkra meglepő volt. Tehát ezért az LMP álláspontjára reagáltunk. Egyébként nem vagyok politológus, a politológusok tök jól meg tudják mondani, hogy mit miért csinálunk, biztos, hogy itt a verselemzők azt, hogy a költő miért írta a verset. Ezzel szemben viszont azt el tudom mondani neked, hogy voltak tárgyalások arról, hogy lesz-e együttműködés a 4K és az LMP között a választásokon. Mi tettünk egy írásbeli ajánlatot arra, hogy tudunk közösen indulni a választásokon, anélkül, hogy a két párt elveszíteni az önállóságát. Ezt az LMP vezetőség elutasította, majd később elutasította a kongresszusa is. Ennyi. Ezt nem tudom, hogy Gábor tudja, hogy mi volt ennek az oka. Igen, jó-jónak szeretnék egyenes választ adni a cseten, tehát konkrétan én voltam a legfőbb érvelő amellett az LMP belső vitáiban, hogy működjük együtt a 4K-val, akár még ilyen választási párt jogi formulában is. Nekem is az volt a koncepcióm, hogy kellene csinálni egy rendszerkritikus ellenzéki szövetséget, amiben sokszínű szereplők között ugyanúgy a 4K-nak is helye van. Sajnos az LMP kongresszusának többsége erre nem volt vevő. Hát a politika az ilyen játék, valamikor az ember... Lehetne más, nem? Lehet más, sőt más is, másabb. De most én nem fogok érvelni olyan dolog mellett, amiben nem értek egyet, szóval... Tehát, hogy ezzel most szerintem lendüljünk túl, viszont hogy hallgató 683 kérdezi, hogy miért nem a navos balhéról beszélünk. Hát szerintem az három kaliberre fontosabb kérdés, mint a marihuana fogyasztás. Szerintem liberalizációja, nem? Szerkesztők döntik el, hogy miért beszélünk egy műsorban. De igen, ez most így alakult a dolog, hogy erről beszélünk. És mert hogyha legalizálva volt, akkor a fűn is lehetne áfacsalás. Nem? Na ez is egy, igen, tehát vannak ennek hozadékai. Na most még egy kérdésem van, mert lassan lejár a műsoridőnk, és tehát ugye a 4K is abból indul ki, hogy elnéztem a kampányt, hogy ugye ez egy társadalmi, ugye nem szubkulturális jelenség a marihuána fogyasztás, hanem egy társadalmilag elfogadott dolog. Na most én nem találtam, biztos van, és én voltam béna a kereséskor, nem találtam statisztikát arra, hogy hányan fogyasztanak mondjuk marihuánát Magyarországon, mert azt tudjuk, hogy alkoholt marha sokan, tehát ugye erre vannak különböző statisztikák, ez az ilyen évi 12 liter per fő fogyasztás, hogy ez egy széles választói csoport, hogy ennyire fontos kérdés, hogy ugye gyakorlatilag a 4K kampány kezdése után ez az első ilyen tematizált téma, vagy mi a helyzet? Tehát elfogadott ennyire ez a társadalomban, hogy fontos legyen, vagy inkább... Széles társadalmi réteg. Tehát a hivatalos statisztikák szerint több mint 20%-a a társadalomnak, vagy bocsánat, több mint 10%-a a társadalomnak ezt már legalább egyszer kipróbálta. Ennek nem tudom mekkora része fogyasztja rendszeresen is. A fiatalok, tehát a 20-30 közöttieknek több mint ötöde kipróbálta. Sőt, közel 25%-a kipróbálta ezt már legalább egyszer, és akár fogyasztja rendszeresen is. És ezek a hivatalos statisztikák, amik én azt gondolom, és elég egyértelmű, hogy csalnak, hiszen bűncselekménnyel kell magát megvádolni annak, aki erre a kérdésre válaszol, és ez eléggé eltitkolják az emberek az erre való valódi választ. De azt gondolom, hogy az bátran kijelenthető, hogy legalább a társadalomnak mondjuk olyan 10-20%-a ebben érintett, és egy mindennapi rekreációs tevékenysége miatt bűnözőként kezelik. Évente 5-6 ezer eljárás indul 20-30 közti fiatalok ellen, azért, mert marihuánát fogyasztottak, és ezért ők kriminalizálva vannak, büntetve vannak. Ezt gondoljuk, hogy ez egy fontos kérdés, hogy ne történjen meg. A 4K-nak az álláspontja, hogy a legalizáció emiatt elkerülhetetlen. Széles rétegeket érint. Jó, hát a büntetéseket a dekriminalizáció is el lehetne kerülni, szóval... De szóval igazából nekem az a fő kérdésem, hogy a több szavazót hoz a legalizáció kommunikálása, mint amennyit elvesz-e. Na, előbb bújjad belőlem a török Gábor. Hát, bújjon. Jó, tehát szerintem a marihuana kérdésköre az van egy masszív szavazói kör, akit ez mobilizál, el lehet vele érni 1%-ot, viszont azért van egy felső határa is, aminek van egy ellenpontja, tehát hogy itt ez egy a mini párt státuszba be lehet kerülni, de onnan ki nem. Jó, ezzel egyrészt nem értek egyet, másrészt pedig a 4K nem úgy választja meg
az általa képviselt témákat, hogy mi kell a választóknak. Tehát ugye ez a lehet más a politikától számomra teljesen meglepő álláspont. Azt gondolom, hogy 25 éve lassan olyan a lehet más a politikától számomra teljesen meglepő álláspont. Azt gondolom, hogy 25 éve lassan olyan politikai pártok vannak a nyakunkon, akik valójában nem képviselnek semmit, és a vélt vagy valós választó, vélt vagy valós igényeihez igazítják a, semmi, a semmiféle mondani valókat. A 4K-nak van álláspontja, a 4K-nak vannak céljai, és ezt képviseli. Aztán majd a választók eldöntik, hogy ezt ők szimpatikusnak találják, szavaznak rá, vagy pedig sem. Bocsánat, meg kell szakítanom, még egy mondatot mondja, és itt kell hagynunk a stúdióhoz. Jó, hát szerintem azért fontos, hogy olyan célokat tűzünk, amik megvalósíthatóak, fontos a valósághoz is igazodni. Hosszú távon megvalósítható, de azért nézzük meg, hogy mi az a lépés, ami következik a jelenlegi állapotból, ezt kell elérni. Köszi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm a meghívást. Kösz. Akkor most pedig a Color Lokál következik rögtön, addig pedig zenélünk. Vendégeink voltak Vágó Gábor és Salha Omár az LMP és a 4K képviseletében.